Óriási sikert aratott Hollywoodban a magyar hegedűművész. Mága Zoltán nemrégiben világhírű zenészekkel együtt lépett színpadra Los Angelesben, most pedig már gőzerővel készül hagyományos újévi koncertjére, ahol igazi meglepetésekkel készül a közönség számára. Vendégem mint a stúdióban Mága Zoltán. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Épp elkezdtük átbeszélni, mi minden történt veled ebben az évben. Hát gyakorlatilag körbeutaztad a világot. Mesélj nekünk erről az évről. Biztosan itt az újévi koncert előtt is, mert hogy még nincsen vége azért a feladatoknak ebben az évben, de azért úgy számot vetettél azzal, hogy nagyon nagy dolgok történtek veled. Hát nagyon sok minden volt ebben az évben, hiszen a világ körüli turném elindult júniusban. Budapesten indultunk útjára Hegedűvel a világ körül címmel, Budapesti Operettszínházban. Azt követően Erdélyt választottam első határon túli országot, helyszínt, és azután voltunk Bécsben, a Wiener Koncerthausban, ott volt egy nagyszabású koncertünk, majd azt követően a New Yorkban, a Carnegie Hallban adtam egy teltházas koncertet, majd utána elmentem Szöulba az Operaházba, ott is volt egy fantasztikus, fergeteges hangulatú koncertünk, majd a Zeneakadémián is adtam kurzust Szöulban, és felsorolni is elég hosszú. Igen, és nemrég jöttem haza Hollywoodból. Na, erről mesélj nekünk, mert hogy itt ilyen óriási nevekkel dolgoztál együtt, akik lehet, hogy nem mindenki számára ismertek Magyarországon. El kell mondanom, hogy mondhatom, hogy gyerekkoromi álmaimat valósítottam meg. Hollywoodban, a Dolby Theaterben játszottam, ahonnan az Oscar-díj átadást közvetítik. Január 4-én újévi koncertünk volt Los Angelesben, a Walt Disney koncerthallban, és családomat is magammal vittem, és volt lehetőségünk Hollywoodba is elmenni, és sétáltunk, és gyermekeim azt mondták, hogy apa, nézzük már meg a színházat. Sajnos nem tudtunk bemenni, a színházba zárva volt, és azt mondtam a gyermekeimnek, hogy kisfiam, kislányom, ha jó Isten megsegít, akkor 10 éven belül ide fogok jönni, és itt fogok játszani. Aha. Ez volt januárban. Február elején fölhívott az amerikai producerem, és azt mondta, hogy a PBS, Amerika egyik legnagyobb televízió társasága szervez egy nagyszabású koncertet, ahol David Foster is fog lépni, 16-os Grammy-díjas producer, és szeretnének engemet is sztár vendégként meghívni. Hát fantasztikus élmény volt. Hát annyit kell tudni, hogy kétszer-három éves. Én szívesen lekonferálom, vagy fölkonferálom ezeket a műsorokat, jól beszélek angolul, engem nem találnak meg. Mit kell ahhoz tenni, hogy az ember ide bekerüljön? 2-3 éves szerződést kötöttünk a PBS-szel, Amerika, ahogy említettem, legnagyobb közszolgálati televízió társaságával, ami december 20-án Los Angelesbe fog menni, ott lesz a premier bemutató, most már fölvettünk Magyarországon, volt a fölvétel a Vigadóban, gyönyörű szép lett, világhírű művészek is érkeztek erre a produkcióra. Több koncertemet látták, többek között a Budapest újévi koncertet is, megtetszett a produkció, és meghívtak erre a fölvételre. Egyszerűen felfigyeltek rá, ez a bizonyos producer azt mondta, hogy igen, van itt egy tehetséges fiú Magyarországról, vele szeretnék dolgozni. Lehet, hogy így volt, de azt tudni kell, hogy nagyon sokat játszottam már Amerikában, és szerte a világban, és hál' Istennek elment a hír Amerikába is, az újévi koncertünk híre, és így szerencsére így idén már nem utazol, most már csak az újévi koncert van, ugye? És csak ott nagyon idézőjelben. Még utazom, holnap után Bécsben lesz a Wiener Koncerthausban karácsonyi koncert, ahol ott is nagyon sok világsztár fog föllépni, 40 ország élőbe közvetíti, és persze most már nagyon vágyom arra, hogy éjjel-nappal gyakoroljak, hiszen most már gőzerőkkel készülök a mi újévi koncertünkre, ami 7. alkalommal lesz megrendezve, január 1-én a Papp László Budapest Sportarénában. Különleges dolog lesz, hiszen 5 kontinens világhírű művészei érkeznek hazánkba. Fantasztikus dolog lesz. Külön megtiszteltetés számomra, hogy világhírű hegedű művészek is érkeznek, és együtt fogunk játszani Bach remek műveket. Zac Abron, korunk legnagyobb hegedű művésze például itt lesz Magyarországon, Sebestyén Ernő, ő is egy világhírű hegedű művész, és még lesz egy meglepetés, nagy neves hegedű művész is fog jönni. És, tehát ismét valami újítás, ismét valami grandiózus dolog az, ami most már a hagyományosnak mondható újévi koncerteden lesz. Hát ez teljesen biztos. Mindig kell újítani
és tényleg fantasztikus látványvilágot is meg kell teremtenünk, hiszen 13 ezer emberről van szó. Leül a közönség, természetesen a minőségre, a színvonalra oda kell figyelnünk, de azért látványt is kell mutatnunk az embereknek. Ha a Zeneakadémián játszom, vagy koncerthouse-ban, akkor természetesen nem kell odafigyelnünk a látványvilágra, ott zenélni kell, de itt a zene mellett természetesen a grandiózus látványra is oda kell figyelnünk. Akkor sok sikert a koncerteken, és addig biztosan nem találkozunk, ha csak nem véletlenül. Kellemes ünnepeket kívánok neked. Nagyon szépen köszönöm, én is kellemes ünnepet kívánok minden kedves nézőnek.